Egyre nagyobb a feszültség az MLMC csoport dolgozóiban, így nálunk Pakson az atomerőmű dolgozóiban is. Hiszen önök azt ígérték, hogy 3 év alatt 30%-os béremelésre számíthatnak az itt dolgozók. Sokan hittek ezekben a szavakban, és most úgy érzik, hogy átlettek verve, amikor hittek az ígérgetéseknek. Úgy érzik, hogy úgy jártak, mint a legkisebb fiú a mesében, hogy járni jár, csak nem jut. Március 24-én bejelentették, hogy a legtöbb állami vállalatnál megszületett a bérmegállapodás, csak valahogy megint nálunk Pakson nem. Nézzük az önök nyilatkozatait akkor sorrendben. 2016. február 27. Rogán Antal 40%-os béremelést ígért. November 4. Kormányinfó Lázár János 30-40%-os reálbéremelést ígért. November 24. Orbán Viktor aláírta a megállapodást, melyben elkötelezte a társaságokat a béremelésre. Pont államtitkár úr 2017. január 18-án írt egy levelet az állami cégek vezetői részére, melyben felszólította őket, hogy folytassák le a tárgyalásokat, hogy megszülethessenek a helyi bérmegállapodások. Ehhez képest hideg zuhanyként érte a Paksi Atomerőmű dolgozóit, hogy amikor ők 3 év alatt csak 6%-os emelési ajánlatot kapnak, majd március 17-én 17%-os emelési ajánlatot kapnak, csak valahogy nem látják, hogy ez hol van a 30%-hoz képest. A Paksi Atomerőmű dolgozóitól mindenki elvárja pontos, precíz és kiegyensúlyozott munkavégzést. Akkor szerintem valahol ők is elvárhatják a kormányoktól a minimumot, hogy a sajtóban, amit megígértek, azt tartsák be. A Paksi Atomerőmű dolgozói tavalyi évben 91,38%-os teljesítmény kihasználási rekordot tettek le az asztalra. Mindezt biztonsági és műszaki adatok legpontosabbja mellett. Azt gondolom, hogy ha ők fegyelmezetten dolgoznak, akkor nekik egy feladat van, hogy a kormány meg megadja, amit ígért a sajtóban, a 30%-os béremelést. Várom válaszát. Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Valóban a kormány 2016. decemberében megállapodott a versenyszférában, hogy a legkisebb minimálbér 15%-kal 127.500 forintra növeli, a legalacsonyabb szakmunkásbér pedig 25%-kal megemeli, mindezt úgy, hogy a munkabér terhelő járulékokat 5%-kal csökkentette. A kormány ezzel a rendszerváltás óta a legjelentősebb jövedelem növekedésre adott lehetőséget, a legnagyobb bér emeltést jelentette be. A versenyszférára vonatkozó megállapodás után, mint a legtöbb állami vállalat tulajdonosi jogai gyakorló fejlesztési minisztérium, halonnal megkezdtük a tárgyalásokat az állami szférába foglalkoztatottak béremeléséről. Ennek keretében először kormány előterjesztést tettünk, majd a kormány előírása alapján több mint 220 vállalatnak a fejlesztési miniszter levelet küldött ki, kérve, hogy a vállalatok vezetői, a munkavállalókat képviselő érdekképviselettel haladéktalanul kezdjék meg a tárgyalásokat, és azok eredményeként a megállapodásokat jelentsék. Kormány egyébként azt javasolta, hogy nem egy, hanem 3 éves bérmegállapodást kössenek a vállalatok, amelyre az elmúlt 25 évben ugyancsak nem volt példa. Mindezek alapján mintegy 220 vállalat bejelentette a megállapodások eredményét, közte az MVM és a hozzátartozó Paks is, és ennek keretében mintegy 80 vállalat jelentős költségvetési kiegészítésbe részesült. Képviselő, ezt, hogy megengedi, a következő egy percben folytatom. Megadom a szót képviselőasszonynak a viszont válaszra. Köszönöm szépen. Az a bajunk, hogy a 17%-os ajánlat az még mindig nagyon-nagyon messze van a 30%-tól. Tényleg a Paksi Atomerőmű dolgozóitól mindig fegyelmezett munkát várunk el. Akkor az nem lehet, hogy azt érzik, és most szó szerint mondom, amit gondolnak, hogy hülyének nézik őket itt Budapesten. Hogy őnekik dolgozni kell precízen, fegyelmezetten, majd pedig nem kapják meg a 30%-ot, hanem 17%-kal ki van szúrva a szemük. És már a pletykák is elindultak az erőmű területén is, és a családtagok között is a piacon. Hogy amikor a Trinity nevű cég, Szijjártó legjobb barátjának cége, 1,5 milliárd forintot kaphat egy év alatt a Paksi Atomerőműtől, akkor azt gondolom, hogy a minimum, hogy a dolgozók is megkapják a béremelést. És ha az a pletyka is igaz, hogy az MVM cégcsoportban volt olyan cég,
amit a szakszervezetek is írogatnak, hogy ők is ezt hallják, hogy az olimpiára több mint 3,5 milliárd forintot kellett kifizetniük, akkor tényleg felháborító, hogy nem 30%-os béremelést ajánlanak nekik, hanem 17-et. Ez a dolgozók szemébe kell nézni, és azt kell mondani, hogy jár nekik, ami jár, és nem azt, hogy nem jut. Köszönöm. Államtitkár úr, viszont válasz. Tisztelt képviselőtársaim, valóban a paksi erőmű az Magyarországon kivételes helyzetben van, hiszen egyetlen, jelenleg még egyetlen egy ilyen az országban, és az ott alkalmazott dolgozóknak nagyon hosszú képzési ideje mellett nagyon nagy felelőssége van a végzett munkáért. Ezért képviselőasszony a legkisebb fiú jelenleg az országos átlagnak a 4-6-szorosát keresi, tehát azért olyan nagyon árva fiú helyzetben nincsenek. Félreértés ne essék, az általuk végzett munka is kivételes, de az általuk eddig kapott bér is kivételes volt. Éppen ezért egyébként a 30% mindenütt hangsúlyoztuk, hogy átlag, van ahol több, például a postánál ez 34%, mert ők viszont messze az országos átlag alatt keresnek. De félreértés ne essék, nem lehet egymáshoz viszonyítgatni, nyilvánvaló, hogy a paksiakat a saját munkájukhoz, a volánosokat, a mozdonyvezetőket, vagy a postásokat a saját munkájukhoz kell mérni. Amire szeretném a figyelmet felhívni, és amiben a segítséget kérni, a tárgyalások folynak, igazságot kérek mindenkitől, a tárgyalások folynak, és bízom, hogy az ország a többi vállalatához hasonlóan az MVM-mel és Pakssal is eredményes bértárgyalásokat tudunk folytatni. Köszönöm a türelmét, elnök úr!